szeretné megszüntetni azt a budapesti közösséget, amelyik érdemi ellensúlya tudna lenni a kormányzásának. Erre készül. Ehhez asszisztál önöknek Budapest erőskezű megmentője szerepében tetszelgő Tarlós István főpolgármester is, hiszen semmi nem mutatja jobban a gyengeségét, mint hogy meg sem szólalt az elmúlt napokban, miközben egy debreceni és egy belvárosi pártársa vihorászva jelentette be sajtótájékoztatón a főváros de facto megszüntetését. Önök azért küzdenek, hogy a fővárosi közgyűlésben pártpolitikusok fizetett tisztségeket kaphassanak, önök azért küzdenek, hogy a parlamentből kieső szocialista pártkádereknek a fővárosi közgyűlés az fizetett állásokat kínáljon fel. Én azt gondolom, hogy nem ez az emberek akarata. Államtitkár úr, ha a mikrofonját föltenné, akkor az megkönnyítené a megértést. Köszönöm szépen, akkor a távolabb ülő kedvéért újra kezdem. Tehát talán köszönöm szépen a figyelmeztetést. Ez az új rendszer mi szerintünk olcsóbb, egyszerűbb és demokratikusabb. Mindenképpen olcsóbb, hiszen nyilvánvalóan a polgármesterek képviselőként nem fognak tiszteletdíjban részesülni, tehát 23 képviselőnek így a fizetését megspórolják a budapestiek. Itt tulajdonképpen egy törvényesített választási csalást látunk a Fidesz javaslata kapcsán. Azért törvényesített választási csalásról van szó, mert semmi más nem jelenik meg ebben a módosító javaslatban, csak a nyers hatalmi érdek. Ugye a hatalmi érdek itt azt jelenti, hogy hogyan tudja megőrizni a hatalmát, a többségét a Fidesz Budapesten, vagy hogyan tudja megteremteni ezt a többséget ott, ahol még jelenleg nincsen ilyen többsége.